Krumplis garuska leves. Hogy készül ez a leves? Megfőzöm, én legalábbis én úgy szoktam csinálni. Én egybe főzöm meg a krumplit, a gyökér, sárgarépa, minden, de sokan külön főzik. Mert a krumpli hamarabb megfő, mint a többi. Hát ez megfőt egyszerre. De kicsire vágja akkor az ötséget? Igen. Uh-huh. Nem egészbe teszem bele, elvágom. Kockára. Nem kockára, elhasítom a gyökeret. És mikor megfőtt, a krumpli, kiszedem a vízből, vagy abból a levesből, amiben főtt, és fogom magamat, megtöröm. Az ötséget is, vagy csak a krumplit? Csak a krumplit. Csak a krumplit töröm meg, és tojást teszek bele. A krumpliba? Krumpliba. Mert én annyira puhára nem szeretem a galuskát csinálni. Anyukám idejében úgy volt, hogy majdnem uppázni kellett, hogy hát ne menjön, meg maradjon. De én mondom így tojással, meg keményebben szeretem. És még pogácsát is szoktam belőle csinálni. Na de fejezzük be akkor a levest. Tehát kiszödte a zöldséget, benne hagyja, kiszödi a krumplit, tesz bele tojást, meg még. Más nem? Lisztet. Lisztet. Mennyit? Lisztet. Hát úgy körülbelül a jó puhára kell csinálni. Uh-huh. Körülbelül olyan, mit tudom én, érzés szerint. És aztán visszaszaggatja a levesbe. Igen. Igen, egy kis kaluskákat. Ja, hogy nem szaggatja, hanem gombócokat. Gombócokat, jó, mint a nudlinál vagy a gombócnál. Lekváros gombóc. Úgy van. Azt tetszett-e főzni már? Főztem már, igen. Na hát akkor ugyanúgy. És akkor ez ilyen fehér színű, vagy valami kis paprikás, vagy suhintás valami? Hát aki valami? Szereti, a rásuhint. Rá lehet suhintani egy kis vöröshagyma, kis paprika, a zsírt rá a levesre. De én nem suhantom rá, mert én fehéren szeretem. És akkor ebbe tej vagy tejföl, semmi? Semmi. Csak a krumpli, meg a liszt. Meg sót, gondolom. Hát a só, azt tölt bele. Úgyhogy én ezt így szoktam csinálni, meg pogácsát meg mikor csináltam, azt meg ilyen még puhábbra, azt egész puhára, azt úgy sütöm ki, olajba vagy zsírba. De sütőbe is ki lehetne, biztos. Hát, ki csak lehet. Akkor egy kis zsírt is kéne, meg az élesztőt is bele, nem? Abban nem kell élesztő, nem ebbe, kell. Amit én csinálok, krumplis pogácsát, de lehet élesztőset is abba, azt a sütőbe. Azt apukám szerette nagyon. Azt mondta, amíg ide került hozzánk, hogy csináljál már olyat, mint anyád csinált. Na és akkor az anyám hogy csinálta? Hát, krumplit főzött, megtörte, és ugyanúgy liszttel összekeverte a krumplit, ledagasztotta a tésztát, aztán elnyújtotta a gyúródeszkán. Neki is élesztőt is tört. Élesztőt tört bele. Mondom, élesztőt is tört bele. Aztán kiszaggatta, azt a tepsibe rakta. Finom lehet az is. Finom volt az. Kertészta. De abban sütött csak sót. De a tojást tett bele, nyilvánvalóan. Na, mert én hasonló receptet találtam ki így magam eszitől, hogy megtörtem a krumplit, töttem bele zsírt, tojást, élesztőt, meg annyi lisztet, hogy ne ragadjon. Elnegyedöltem, mert tehát nagyon vékonyra ki, nem nagyon vékonyra, de azért alánok vékonyra ki, és akkor olyan csíkokat vág az ember, és a virslit fölfáslizza vele, és olajba kisüt. És úgy megdagadt, ezt nagyon szeretik a fiúk, csak annyira macerás, és egy idő után annyira ragad ez a krumplis tészta, hogy hát nagyon. Mind olyan. De nagyon szeretik önni ezt, hát a jó, hogy virslis nem is csavartak. Még. Aha. Mint ahogy én. Ugyanúgy olajba, tehát ezt olajba szoktam kisütni, de sütőbe is ki lehetne, mert ugyanúgy, a tésztája adja persze, magát, tehát adja meg lehetne kenni. De én olajba ilyesmiket legjobban szeretem. Mint ahogy én a hallal. Nekem nem mondta senki se, hogy hát ott csináljam. Csak ugye olyan sokat a vendéglőben dolgoztam, aztán
Hát, bizony sok halat kellett pucolni, és mikor már úgy otthon magamnak csináltam, úgy eltaláltam a maga messzitől, hogy hát én most ezt ecet, meg só, vízbe. És egy pillanatig, egy kis ideig ázik benne. És én ezt úgy megszoktam, hogy hát mikor úgy magam, még hogyha olyan halat valahon vettem is, hogy hát szeletébe vagy valami, én akkor is ezt megcsináltam. Mert ez leszedi a... A halszagot jobb elveszi. Elveszi. Uh-huh. Úgyhogy én ezt tett, de mondom, nem mondta nekem, mert senki sem. Csak ugye magam ezt én mondok, a só, meg az ecet. Na és ha hallottam az előbb, hogy kecskét tetszett fejni, ebből a kecsketejből csináltak valamit? Hát ugyanúgy fogyasztottuk. Hát persze, de hogy túrót, vagy túrót sajtót, is, vagy valamit. Igen. És annak van valami receptje? Nagyon, nagyon jó túrója volt neki. Hát mind nem szedtük a fölítlé, mert ennek a hideg vízbe tettük volna mindjárt bele, akkor főgyütt volna jobban a föle. De hát még nem, hanem úgy, ahogy megaludt, kicsurgattuk. Olyan finom lepény sült bele. Drága most is a kecsketej. Hát hogy ne volna drága? Hát az egy gyógyszer. Fölér, igen, igen. Azt mondták az egyik ismerősöm is, igen. Az egy gyógyszer. Hogy még aki kis csecsemőhoz nincs tej, még annak is lehet. Én fejtem, hát olyan-olyan nagy csöcse van, mint a tehénnek. Azt nem fejtem életembe se tehenet. Uh-huh. Aztán a szomszédban még elköllött volna, hát ugye elmentek valahova, aztán gyerekek meg voltak, aztán hát, hogy elvállalom őket két napra. Hát elvállalom. De mondok, hogy gondolkoztam magamban, hogy én tehenet nem fejtem, de olyan család volt, hogy nem volt ott elkényöztetve semmi jószág. Uh-huh. Azt mindig ezértem, hogy hát ha adnak neki önni, akkor másképp adja a tejet is. Hát aztán én azért csak adtam a tehénnek is ottan abrakot meg minden, olyan szépen leadta a tejet. Na mondok, a kecskefejé is azért csak meg maradt, és azt mondja a gazdasszony, hogy hát mert mondja, mikor az ittek, hogy hát tudtál boldogulni? Tudtam, mondok, még van, te is mondok. Megnézi, hát ennyi tejet, ennyit fejtél, hát mondok, ennyit. És még gyüttek tejél is, még mondok, azt is kielégítettem. Azt mondja, hogy hát hogy csináltad? Mondom neki, hogy hát jó mondják azt, hogy hát a jószágot is a szájáról kő. Mondok, én a tehenet is szájáról fejtem, mert mondok, abrakot adtam neki. Most hát nem kapott leszidást, érte? Nem, hát próbálták volna meg. Akkor még egyszer nem vállalom el. Nem, ám. Nálunk meg volt egy olyan tehén, félszarvú volt, mert letörték. Azt csak úgy adta le a tejet, hogyha danoltak. Hát arra volt rászok. Danolászott, azt leadta a tejet. Igen. Aztán eladták azt a tehenet. Birka tejet nem szerettem. Azt nem. Azt a végképp nem szerettem. De akkor is szoktak pedig túrót is meg, minden, tudom én mit csinálni minden, még. Minden, sajtot, minden annak idejében csináltak abból, de én nem szerettem. Pedig annak a testfölépítése jobban hasonlít a birká, vagy a kecskéhöz, nem? Nem. Nem? Nem, annak sűrűbb teje van, mint a... Annak egészségű. Fiam nagyon szerette, vitte a mamának, hogy ebbe bögrébe kéri. És a mama fejte a? Igen, birkát, de hát nem hátul fejte, hanem oldalt úgy. Nem volt nekünk sok birka, egy 10 birka, ha volt akkor, vagy még hullat annyi se. Azt én nem szerettem. Éreztem neki azt a húsát szerettem. De a tejet nem. Hallottam már, hogy hátulról fejte, aztán fölemelt a lábát, aztán kilükte. Hát belemogyorózott. Bele is, meg kilükte a... Hát a birka belemogyorózik. Tejcsaj, csajka, vagy minek hívták, amiben fejt. Fejő. Fejő. Hátulról belelépett, az kicsit. Olyan is volt, biztosan.
annyira vénavénnek, ilyesmivel nem vergődik. Mert a tehenet hátulról fejik, vagy nem, oda? Azt nem. Mindegyiket oldalról, nem? Oldalt. Na, birkát fejik hátulról. Igen? De hát most mondta, hogy belemagyarózik. Hát igen. Bedugják? Nem dugják azt, mert hát megszűrik a tejet. Ó, de hát akkor marad is benne. Azért mondom én, Évikém, hogy hát sok része olyan sok mindent mögöszik, amit nem tud. Uh-huh. Ilyenöket mögöszik. Értem. Na majd kifigyelő, mert most megyünk Erdélybe, akkor majd fölvisznek bennünket az esztenágba, ahon a na jó, hát lehet, hogy már most nem majd úgy... kifigyelő, hogy... Lehet, hogy hát már most... Lehet, hogy már fejőgépek vannak, mint előfordulhat ilyen, ezt nem tudom, de valóban biztosan a juhászok valamikor régebben biztos, hogy így volt. Megszűrték a tejet, aztán kész. Hát nem is vergődtek vele külön. Nem, nem. Aztán úgy elgondolkoztam sokszor magamban, hogy hát milyen jó ízűt tesznek azok a finnyásak belőle. A városi nép, ugye azt hiszik, hogy... Igen. Na igen. És akkor a töltött káposztáról, tud-e olyan kis, egész picike kis töltelékeket csinálni? Hát attól függ, hogy mekkora a hasáb. Mert? A levele. Hát hogyha nagy, akkor csak többet kell beletenni. Azt én tudom, csak én most konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy Erdélybe, amikor kint voltunk, ekkora picike kis töltelék, és mind tök egyforma azt volt. Azt én nem is láttam olyat. Pedig ilyen volt, és erre van lennék én kíváncsi, hogy szabdalják föl akkor azt a levelet, hogy ez ketté egyforma legyen. Nem ketté vágják azt, hogyha nagy a levél, elvágják. Lehet, hogy hat fele is, mert annyira egyforma volt mindegyik, mint így a hüvelykújja. És a férjemnek ez annyira ízlet. Hát mondom, tényleg? Akkor menjék ki Erdélybe, azt tögyé ottan sokat. De mondom, én örülök, ha ezt a, mit tudom én, rendesen 8-10 levelet megtöltöm, azt örülj te is, hogy kapsz mit önni. De az, hogy én itt vacakoljak vele, mikor nem tudom a technikáját, ugye? Mert igen. Ha én ezt láttam volna valakitől, hogy na, hogy csinálgatja. Hát az biztos, hogy hát ez elvágja a leveleket. Hát van szerintem olyan nagy lapú, hogy az borzasztó nagy. Majdnem több a káposzta, mint a hús, amit tösz bele. Hát olyan nagy levelek vannak, na, sokszor tényleg az az ember fiának, de én szerintem elvágja azt a levelet. Majd egyszer kifigyelem. Csak mondom, megkérdezem, hát, ha tudja. De ki próbálja, Évikém, ki kell próbálni kicsibe, kevésbe, mikor főz töltött káposztát. Na jó, de akkor mikor főzök, akkor... kipróbálom négy előttel, a többi meg sokkal továbbig fog főni, ugye, mert nem egy forma. Hát azt a különedénybe teszi bele. Nem bajlódok, én majd, ha már biztosra megyek, akkor. Mert én úgy vagyok vele, hogy hát amit nem tudok, hogy milyen, meg minden, kipróbálom, de azért kicsibe. Na. És tud-e még valami finom receptet, ami gyerekkorából még emlékszik el? Hát, hogy csoda tudja. Én nem is tudom, hogy hát... Meséljön gyerekkoráról. Honnan nőtt föl? Homokon jöttem föl. Kis ülésen. Homokon? Nem, ülésen. Ülésen. Tanyán? Tanyán. Úgyán. Akkor volt kapálás is biztos. Volt a szőlőbe. Szőlőbe? Szőlő volt. Akkor kacsolni is körülött, kötözni is körülött. Úgyán. Permetőzni még is. Akkor nem ilyen karos szőlő volt, hogy... Most fönn van a... Nem? Nem, hát ilyen volt. Ugye fogtuk a szőlőt, veszőt, azt szöktük összefelé, azt hajultunk. Sosi fájt a derekam akkor. Nem, még fiatalabb voltál, hát akkor, még... akkor itt meg a mostani. Akkor is voltak, a fiatalok is panaszkodtak, hát, hogy fáj a derekam, meg minden. Hát mert maga olyan kis növésű, az közelebb esett. Hát én nekem is akkor csak hajulni köllött. Csak közelebb esett a föld. Nem. És kemencébe sütötték a kenyeret még akkor. Na ottan 12 éves voltam, mikor először kenyeret sütöttem. Megbajlódott vele akkor biztos, mert azért kemény munka az a dagasztás. Az bizony. Anyukám beteg lett. Aztán, hát akkor még fűteni nem tudtam be a kemencébe, de apukám befűtött. Megbíztatta a lányát. Hát a daga ott se trengettem, én anyukám körül.
annak idejében mindig. Úgyhogy a dagasztás ment. Mindent, morzsolkát, mindent liáztattam, én úgy meg kell jönni, minden. Mi volt az a morzsolka? Ez a volt a kovász? Igen. Azt megszárítottuk, a kovászból csináltunk morzsolkát. Azt megszárítottuk, aztán így zacskóba beleraktuk. Azt. Az úgy volt minden. Nem volt akkoriban minden napra bódba menés, hogy élesztődködjünk, hanem nem. Erre vigyázni kellett, vigyázni hogy mindig kellett, maradjon. Biztos igaz. És akkor, de azért, hogy mondjam, azért nehéz volt az a, nem csináltam én azért olyan sok kenyeret akkor, hát olyan, na anyukám mennyit csinált? Három nagy kenyeret sütött. Három mindig kenyeret anyukám, mindig meg sütött. Meg egy cipót. Meg kicipót. Igen. És látod, hogy az milyen finom volt az utolsói. És azt mondják, hogy ilyen a roskegyér, meg minden mostaniak. Azt éppen Szegeden voltunk bent Katival, aztán azt mondja, hogy a fiatalember ott a vasútállomásnál, ami van ilyen kis süteményös, azt mondja, mondok, van roskegyér? Van, azt mondja. Nézem, mondok, ez nem az igazi. De mondok, tessék elhinni, hogy nem az igazi. Mondok, mert én tudom, mert én sütöttem ilyet. A roskenyeret. Mondok, még az ízesé olyan. Csak mondok, barna kenyér. De a roskenyér nem igazi barna. Az olyan szép világos volt, hogy nagyon. Aztán, mert én azon nyőttem föl, roskenyérön. Meg szerettem a kukoricás kenyeret. Jaj, de szerettem. Na, de még nem sütöttük ki azt a kenyeret, amit már dagasztott. Jaj. Amikor először maga sütötte a kenyeret. Fejezzük csak be. De jó kenyér lett. Hála Istennek jó kenyér lett. Mondom, a fűtést nem én fejeztem be. De a kiszaggatás, kelesztés, mindent én csináltam. Na, éppen mostanában volt egy pályázat, aki beküldött, egy néni küldött be egy ilyen írást, hogy ott hagyták a, nem tudom, inas gyereköt, vagy gyereköt, mindegy, hogy bent van a kenyér a kemencébe, azt majd vegye ki, mert ők mennek a piacra. De elni feledkezzön róla. Hát azt mondja a gyerek, én azt se tudom, mikor kell kivenni. Hát amikor dobognak, azt mondja. Dobognak. És akkor... Hát nem dobogott. Nem dobogott, azt megégött. Tehát még akkor is bent volt, mikor hazaértek, mert valaki aztán nekem ezt elmagyarázta, hogy időnként kivösznek egy kenyeret, megfordítják, azt ha megkopogtatják, akkor... Nem fordítottuk. Nem, hanem milyen, csak megkopogtatták? Vagy... Hát csak benéztünk rá, hogy milyen. Na de hát akkor csak dobogott, hogyha... Nem dobogott az. Hát nem úgy magától, hanem azért, hogyha olyan volt a hangja, akkor jó volt, ha nem volt olyan a hangja. Olyan volt a színe, meg minden, akkor már jó volt. Tudja azt az ember, mikor benéz, hogy na meg sült, benéz a kemencébe, azt a sülés színit meglátja. Hát én is meglátom, na de egy gyerek nem látja még meg. Nem, hát a gyerek nem. De ugyanúgy, mint maga benéz a sütőbe, hogy na milyen. Úgy van. Ez ugyanúgy a kenyér is ilyen. Akkor fődjük is volt biztos, vagy vötték a rost, hogyha rost kenyeret öttek? Hát persze, termeltük, szedtem a markot is. Azt is szedte? Ugyan. Szappant is főztek? Főztük. Na, azt arra emlékszik. Zsírszódából. Zsírszódát, azt kellett venni direkt? Igen. Emlékszik-e rá, hogy készül a szappan? Hát, nagyon erős lébe kellett főzni. Mit jelent az, hogy erős lébe? Szóda, zsírszóda. Zsírszódás. Erős, hogy hát a zsíradékot el tudja főzni teljesen, szétmarja. Nagyon veszélyes volt az. Mert meggyulladt, vagy miért? Kint kellett ezt a szabadba kint főzni, ugye? Kint kellett a szabadba főzni, kint. Ott főztük a szappant. Tehát összeszedték a zsíradékot. Zsíradékot. Mikor aztán eljött a jó idő, akkor vötték ezt a zsírszódát,
kimentek az üstbe, gondolom, alágyújtottak, vizet töttek az üstbe. De hát maga mondja el, mert én csak tanág, én soha nem láttam még. Aztán beletötték a zsiradékot, amikor már hort, és akkor sokáig köllött ezt kavargatni, főzni, vagy nem köllött kavargatni, nem sült le, mint a lekvár. Is. Egész nap főztük. Azt mikor aztán már szépen megfőtt, látszott, akkor főtt meg, hogy elválik az ódalától az edénynek? Nem elvált, hanem szétfőtt teljesen. Hát a zsír az egyébként is szétolvad, vagy ebben más is volt fagyú, meg mit tudom én ilyen... Persze, minden. Így télen összeszedtük a zsírodékokat. Uh-huh. Azt ugye az a zsírszóda szétmarja. A darabos dolgokat persze. Benne. Persze, uh-huh. Szétmarta teljesen. Aztán azután meg, mikor... Ez olyan volt, hogy hát na, szétfőtt, meg minden, és akkor leöntöttük ilyen vászon, mit tudom én, ilyen vászon, abrosz vagy ruha, ilyes valamibe. Formába öntöttük. Tehát teszem azt, egy tepsit kibéleltek ruhával, és abba beledűjtötték, hogy könnyen ki lehessen aztán emelni. Mikor megkötött, akkor földaraboltak. Földaraboltak, akkor még lóg is volt. Az fekete volt a lógia. Ami hátra maradt az egy. És azzal mit lehetett csinálni? Azzal mostunk ilyen munkásruhákat. Súrolni. De az folyékony volt. Hát az is megaludt azért. Nem emlékszek rá, amikor anyukám is főzte. Még lánykoromban. Hát hogyne. De így, ahogy mondod. Megcsinálni. Sokszor azért úgy elgondolkozok rajta, hogy hát ugye, hogy is volt. Nagyon régen voltam már. Hány éve? Hát már én is a 80-at betöltöttem. Na, hát Isten éltesse még. 60 év, 70 biztos. Biztos van. Igen, azt mondják, akkoriban azért önellátóak voltak ezek a tanyák. Ugye megtermelték, megsütötték maguknak, meg a húsneműt, meg fölnevelték maguknak, tehát nem kellett boltba mögyögetni. Nem ám, mert hát hova mentünk? Meg pénz se volt nagyon szinte, gondolom. Tehát... Elvittünk egy garaboly tojást, abból bevásároltunk egy hétre valót. De hát ilyen ruhaneműt azért csak köllött venni, meg cipő. Hát azt köllött, nyilvánvaló. Na, az cseléd is volt, vagy nem? Nálunk nem volt, nem mint volt. Szegények voltunk. Nem, hogy maguknál, hanem, hogy magát elállították. Mert azért abban az időben, anyósom például mesélte, hogy ő neki menni köllött szolgálni. Én nem köllött menni. Én egyedül voltam. Akkor vigyáztak magára. Uh-huh. Igen. De biztos volt olyan ismerőse a környékön, a gyerekök között, nem? Aki... Nem volt ottan nem olyan volt. Sok, olyan gyerekféle. Nem akartak korán főkőteni anyukámék, mentek szöllőbe dolgozni. Akkor azt mondta anyukám, hogy ásott egy olyan gödröt, azt abban kivittek oda, azt ott megágyaltak, azt aludtam tovább. Aztán, mikor ugye fölébredtem, akkor csapni szörgöttem. Mert hát anyukámnak dolgozni kellett, nem így voltak ám a kismamák akkor, mint most. Hogy mostan szegénykéjeim, ha már terhessek, akkor azt se tudják, hogy mit csináljonak. Meg hát a gyerek mellett dolgozni is kellett a tanyán. Azt arra vélekszök, volt egy kis kutyánk, Fickónak hívtuk. Már akkor nem kicsi voltam, nem annyira kicsi voltam, de akkor is kivittek, aztán ugye ott aludtam kint, én jó levegőt szöktem. És a kutya vigyázott rám. Hát a jó levegő, meg akkoriban még ennyi autó se volt. Ne, ugye? A lovaskocsik azért nem csináltak ekkora benzingőzt. Nem. És mondom, a kutya vigyázott rám. Azt mondja anyukám, mondta, hogy hát a gazdag ment kifelé hozzájuk szétnézni. Azt mondja, megnézhetem ezt a kislányt.
Meg azt mondja, de vigyázzon, mert a kutya ott fekszik mellette. Azt mondja, nehogy megkapja. Aj, azt mondja, az a kiskutya. Az bizony a kiskutya megkapta a drágját. Túl közel ment biztos. Hát igen. Hát engemet fétött a kutya. De nagyon öreg kutya volt, mert arra én még vélekszök, hogy hát egy kis fehér kutya volt. Olyan 20-valány éves kutya lehetett. Pedig ott... nem igazán, úgy mondják a kutyák 14-15 évig élnek maximum. A macska is még él. Igen. Ja, 21 éves macskám volt. Olyan idős volt, mint én. Az igen. De jó, az úgy eltűnt, hát nem lehetett kitapogatni, hogy hundöglött. Beteglött biztos, az valahol. Elhújt. Valahol. Lefeküdt, az ott maradt. Mert általában az öreg macska el szokott bújni. Úgyhogy nagyon. Hát így volt az Évikém. No, én is ám aztán, mikor én terhes voltam, szeptemberben született a fiam, de aratáskor még egy 7,5 hordról főszedtem a markot. Pedig fontos. Akkor már nem esik jól a hajolgatás. Mind a hasamra szedtem. Nem lett annak semmi baj esélye. A gyereknek sem, meg én nekem sem. Szóval... Egy fia van csak? Egy fiam. Azt mondják, hogy a terhesség nem betegség. Nem, az egy áldott állapot. Igen. Most meg már betegségnek veszik föl. Hát nem betegség az, aminek fölveszik, hanem leginkább sokan veszélyöztető terhesség. Mert ugye nem szoktak, nem szoktak a munkához. Tüncivel, mikor szült, az délután meg már kórházban. Na igen. Az semmi bajom sem lett. Nem, annál minél többet mozog, annál könnyebbet szűk. Na, süssünk, főzzünk még valamit. Mit süssünk, főzzünk? Nem nagyon már, nem fér a fejembe, nem... Valami mákosat, valami húsosat, ilyet, hogy slambuc. Azt én nem ismerem. Nem ismeri? Nem ismerem. Arra Balmazői város fele csinálnak olyat is. Én csak a tévéből láttam. Uh-huh. De nem lesz, nem lehet rossz, nem. Biztosan. Slambuc meg öhön úgy hitták, öhön. Azt hát emlékebb magamban úgy emlékettelek, hogy hát, mert most ízőrzőbe volt. A tévében? Igen. Hogy hát forgatták. Igen, vasbográcsba. Na, azt a disznóvágások voltak biztos azok is. Voltak. Voltak. De akkoriban vágási tilalom is volt, nem? Na, hát akkor nem volt. Nem volt? Hát az akkor volt a vágási tilalom, mikor begyüttek az oroszok utána. Utána volt az. Na, de akkor is csak vágtak valahogy, nem? Persze. Na, mesélje. Engedélyt kellett rá kérni. Igen, de... Meg a zsírt is be kellett adni. Szolgáltatni valamennyit. Aha. Persze, meg volt egy disznó után, mert azt már nem tudom hány kilót kellett beadni, de be kellett adni. Uh-huh. Na, a disznóvágáskor én nekem meg kellett tanulni a belet szétszönni. Meg megkaparászni. Hát a megkaparászni felénk nem volt divat, hogy hát a nők csinálják, hanem ott a apukámnak a rokona, vagy a anyukámnak a testvérje azt csinálta. Csak egyszer, de akkor már én voltam magamának, az első uram nem is volt velem. Nem volt, aki megkaparja a vékony belet. Hát mit csináljuk? Apukám azt mondta, hogy nem kaparja. Ő nem kapart sose. Ott az unokatestvérem azt mondja, ő se kapart. Apukám csinálta mindig. Na, de ugye elkáromkodtam magamat, mondok, majd én megpróbálok. Az első sikerült legjobban megkaparni az. De én csak kanállal kapartam a belet. Hát mivel a mással nem tudja. De késnek késsel a fokával. Késfokájával. Én se csináltam semmit a disznóvágásnál, nem értettem. Mindig én szétszedtem a disznóbelet.
Volt rokonság, azt megcsinálta. És a vastag belet azt is szétszötte? Azt is. De azt jobban mögölött mosogatni, meg szödni róla azt a fagyús dolgot, nem? A zsírosat, nem fagyú volt az. Hát akkor valami zsíros. Hát persze. Meg kimosni elsőbb a bélsárt belőle. Szétszörni a belet. Aztán földarabolni. Aztán, nem, aztán leszörni azt a bélről, azt a zsíradékot. Most, ha véletlen kilukat gyorsan elkötni, hogy ne büdösödjön. Akkor elkötni, úgy van. De akkor meg, mikor már ez megvolt, hogy leszöttük a zsírját róla, a bélzsírról, akkor meg ugye ki kellett mosni. Bizony. Önteni kellett, ilyen bögréből öntöttük. A meleg vizet, elég. Hogy kigyűljön a bélsár. A bél, az... De utána kellett még rengetegször mosni. Anyósomnál úgy láttam, hogy ultrás vízbe, meg vöröshagymát is darabolt bele. Hát az a vöröshagyma... Ecetőt is dűtött bele, hogy... Az vöröshagyma, az nekem nem tetszett sose, mert aznak olyan fura szaga volt. Sokat kellett utána áztatni, hogy ne érezzön a bélön a vöröshagyma szaga. Hát én inkább bélszagot éreztem még akkor is, nem a vörös hagymát. Úgyhogy mink általában ilyen, hát akkor még, mikor még én kezdtem mosni a belet, akkor még ultrával nem is mostuk, hanem kukoricával. Nem lyukasztottak ki? Nem. Szömes kukoricát dörzsöltek rá? Szömes kukoricát dörzsölték, meg mésszel. A mész volt a legjobb. De ótott mész, gondolom. Ótott mész. És akkor azzal dörzsölték? Igen. Nem álmodják, mert mostan már ugye, nem csak mostan, hanem hát ugye mosógépbe mostuk már a belettól. Nem csináltam sose. Mindig volt. Na de mennyivel finomabb az a hurka, amelyik ilyen bélbe van töltve, azt jól meg tud pirulni, mint amelyiket kolbászbélbe beletöltünk, azt nem is tud megpirulni, mert szétdurran, azt szétmegy az egész. Én most ütöttem tegnap, le volt fagyasztva. De ilyen vastag beles hurka? Nem, vékony. Én mindig megszoktam, mikor te fagyosan töttem be a sütőbe, azt mikor megpuhult, meg kiolvadt, akkor én mindig megszurkálom. Villába. Azt akkor nem durran szét? Nem durran szét. Én mindig azt hittem, hogy a hurkát nem szabad megszúrkálni. Mindegy, hogy mivel, ha nem villába szúrja meg. Biztos, én is úgy csináltam, másképp kikosott, kidurran. És valamivel meg kell szúrkálni, nem nagy lyukra. Csak kicsi. Igen, de kigyűljön az a kis levelnek jött a kis úgy nem durran ki. Na és akkor hogy tartósították a húst, ugye, mert akkor még nem volt hűtőszekrény. Füstöltük, le volt sózva. A sonka is 2-3 hétig állt a sós. Az volt az igazi sonka. De olyat is hallottam, hogy lesütöttek ódalast például az zsírba. Valamikor, igen. Ugye? Lesütöttük a húst is, kolbászt is sütöttünk le. Még csináltunk olyat is, hogy hát már nagy bödön volt. Az aljába beletettük a kolbászt, de a forró zsírt meg rájöntött. Sőt kolbászt, vagy a nyerset? Nyers kolbászt. Forró zsírt meg rájöntöttük. És olyan jó volt, mikor kiolvadt, kifogyott a zsír, aztán... Aha. Tudták, hogy mi vár magukra, hogyha elfogy a zsíros bödömből a zsír. Igen. Biztosan. Jó volt az. Hogy mondjam, én nagyon szerettem a saját belibe tölteni a hurkát, mert az jobb ízű volt. Hát biztos. Én Körös Talcsán olyannal is találkoztam, hogy a gyomorról azt a hártyát, azt a ilyen fehér hártya az hasnyál. A gyomra? Nem a gyomra, ami a hasát úgy összefogja, ilyen hártya. Ja, hájnak a... Nem a hájnak volt az, hanem valahogy az ott volt benne. És ilyen nagyra kilöhetett nyitni, mint egy fél lepedő szinte. És Körös Talcsán ebbe a hártyás valamibe raktak olyasmit, mint a hurka, csak köles volt benne, meg mit tudom én, valami más dolog, meg ez a fejhús, meg szóval meg volt az készítve, és belerakták ebbe a
hártya valamibe, fölgöngyölgették, mint a rétes tésztát, igen, vagy valamit, összehajtották a két végét be a sütőbe, és hát az, igen, hát végül is az csak a burka volt, tehát nyilván csak azt olyan, nem mint a burka. Na azt tudom, hogy hát azt nálunk is csinálták, mert hát a mangulica disznónak meg olyan szép volt a hája, hogy hát borzasztó. Azt levették a hájról azt a bőrvizét, azt a réteg, és abba töltöttek bele ilyen burka. Kását, meg minden. Mert ugye maga a hájon, csak ugye, ahogy kiszedjük, azon kisebb hártyadarabok vannak. De ez, amiről én beszélök, ez ilyen egész nagy nem volt. Is tudom, még én olyat nem látom. De pedig, de. Na és ilyen hájas tésztát csinálta ki? Igen. Na és az, hogy készül akkor? Friss hájból elkapartuk a hájat. Hogy darabos legyen, meg azért, hogy a hártya nem menjen bele. Persze. Igen, és utána? Utána kikavartuk. Mivel? Hát fakanállal. Na de csak úgy magába? Úgy magába. Semmit nem tettek bele? Abba úgy kikavartuk, és nem tettünk, limink nem tettünk bele. Na aztán azt bekentik. Pihentettük a tésztát. Mit kentek? De milyen tésztát? Hát kalástésztát. Hát azt is tessék elmondani. Kalástésztát. Nem rendesen. Csak, hogy a tésztát bekentük, hanem milyen tésztát. Elnyújtottuk a tésztát. De milyen tésztát nyújtottunk el? Tehát hogy készül az milyen a tészta? Tésztát. Úgy, mint a kalástésztát, ugyanúgy a élesztővel, meg minden. Zsír nélkül? Zsír nélkül. Zsír, nem tettünk abba a zsírt. Tehát a kalács tészta, azt gondolom, élesztő tej mögött lisztből áll. Lisztből áll. És azt úgy csináltuk, hogy... Utána hajtogatták, kenögették, pihentették, aztán megint elnyújt. Rétegre hajtottuk. Volt, hogy kinyújtottuk, akkor ugye rákentük a hájat. Aztán megint csak összehajtottuk, pihentettük. Szóval munkás volt, nagyon csináltam én is. Ilyen hájas tésztát. Úgyhogy csináltunk aztán olyan hájas tésztát is, hogy abba rumot is töttük. A hájba magába? Nem. Nem? Hát igen, a hájba. Töttünk rumot is, és az olyan volt, hogy hát abba nem töttünk élesztőt. Csak úgy lidagasztottuk a tésztát, azt úgy avval a rumos hájjal megkentük, azt hidegen is ugyanúgy omlott. Igen. Azt hidegen is olyan volt. Az nagyon jó volt, az egyszerű volt különben nagyon. Ez nem volt olyan munkás, de hát ugye azt is ugyanúgy csináltuk, hogy hajtogattuk. Na és az a rétes, amit úgy pufálnak a deszkához, anyósomnál láttam, hogy pufálta, meg nyújtotta kifele majdnem, mint a táska levest, nek a tésztáját én, úgy nyújtotta. Na, a rétes tészta, így, hát valamikor én először úgy tanultam, egy liter liszthön, körülött 20 dekali zsír. De azt a tésztát, de élesztő nem kör bele. Így általán, de tejjel csinál, lehet vízzel is a tésztát csinálni. Csak ha vízzel csinálja a tésztát, akkor élesebb a tészta, mikor megsül. Tojás nem kör bele? Tojás nem kör bele? De egy tojást is tűzünk bele. És mikor, de nagyon ki kell dolgozni. Na azt hogy dolgozta ki? Hát kezemmel. Kidagasztottam olyanra, hogy hát a tártó elváljon. Akkor, mikor elvált a tártó, meg minden, de egy kis olajat is töptem, vagyis zsírt, baromfi zsírt. Azt általán mondta az előbb, hogy 20 deka. De a tésztába is kell tenni. Hát most végig arról beszéltünk, azt tetszett mondani, hogy 1 kiló liszthöz kell 20 deka zsír. Zsír, de az máson kell még azt. Tésztába külön kell tönni zsírt. Külön tettem bele mindig.
És egy kis sót tettem bele a tésztába. Meg egy tojást. Egy tojást, az egy liter liszthön. És ahogy a tojást beletettem, meg minden, mikor már tejjel összekevertem, meg mind, akkor annyira ki kellett dolgozni, mondom, hogy a tártól elváljon a tészta tisztán. De én ilyen pogácsa összerakott rétes csináltam. Azt a kiszaggattam ilyen zsömle nagyságukra, aztán azt is jó kigyúrtam, még gyúrtam ott az asztalon, vagy az a duradeszkán, és utólag meg olyan, hát olyan egész vékonyra kinyújtottam, azt attól függ, hogy mekkora volt az asztal, amin nyújtottam. Összeraktam a tésztát, avval a zsírral bökkentem azt a tésztát. Ha 5-6-ot összeraktam, avval a zsírral, de még a zsírba, elfelejtettem a zsírba, ecetet tettem. Azt úgy kellett kikavarni a borsra, a zsírt. És nem érzett a tészta, az ecet? Nem, az elillan belőle. Nem érzett. Na de akkor most már ez még rétes tészta, vagy rétes ez már tészta, nem rétes? Rétes. Ez már kezd hasonlítni a hájas tésztához, ugye, mert az is... Külön van. Ez a rétes tészta. Akkor mondom, mekkora az asztal, úgy csináltam, hogy ezért összeraktam 5-6-ot, akkor legalább 2 óra hosszát pihentettem, mikor összeraktam ezt a, de ugyanúgy zsírral mökkentem. Na de ezeket kihúzta, ezeket a lapokat? Kinyújtotta, amennyire tudta. Igen. Hát olyan. És kinyújtottam, akkor mindegyik lapot mökkentem, persze, hogy a fősőt nem. És 2 óra hosszát pihentetni kell, de meleken jön. Nem, hogy milyen forró, csak hát ilyen helyütt, mint itt vagyunk, ez jó neki. És azután, mikor ez jó sikerült, minden hozzáláttam, hogyha most már nyúlik, akkor egy magam jutottam. Igen. Az asztalon. Az úgy kinyújtott, hát lecsúrgott még az asztal ezére, és ha az abrusz mintás volt, a minta meglátszott a... a tésztán köröztő. De én nem így csináltam a rétest, mint ahogy itt mutatják, hogy hát hogy csinálják, hogy rakják a terítő, ahogy rakják bele, aztán úgy összegöndörítik, és szépen ilyen ezébe raktam a tésztát, a tőteléket. Csíkbe rakta rá. És utána hajtottam föl a tésztát. És utána a tetejét meg kell kenni még valamivel? Mögkentem zsírral. 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 Mert annál jobb, ha zsírral kenik meg. Uh-huh. És akkor finom leveles. Leveles. Olyan, hogyha csak én őszintén vagyok. Darabolni nem szerettem a rétest. Mert törik minden. Mert potyogott. Én komolyan mondom, hogy hát végül már én bassza Istennel daraboltam, ha nekem kellett, mert potyogott. De hát úgy jó, ha potyog. Igen. Aztán a fiam azt mondta, nem baj, anyu, majd én mind kidarabolom. Azt szeretted, ja, hogy darabolni. Anyukám is úgy szokta, úgyhogy sokat sütöttünk ilyen rétest. Amely kinyújtotta, megkente, összehajtotta, aztán megint kinyújtotta, megkente, megint összehajtotta. Azt akkor hagyta állni, azt úgy szaggatta ki. Van szép réteges volt. De hát nem tudom, azt a fajtát nem ismerem. Unvoltam át. De azt a hagyományosat ismerem, amit egy pogácsából nyújtottak. De hát azt még... ilyen lakodalmakba csinálták, ilyen kerek tepsibe. Mit mondjak? Mint az a telefon, csak keretbe. Gyűjtötték a tepsibe vele. Nagy baza.
Egy szál tésztából csinálták. Bezsírozták a tésztát, aztán bele a töltelékt. Sokféleképp csinálták ezt. De ezt én nem tudtam így csinálni sose. Hogy, mint ahogy most mutatják, hogy hát tévébe is, hogy hát elnyújtják a tésztát, aztán az asztalon töszik bele a tőteléköt, itt-ott raknak bele. Én ezt nem. Mindig modernabban a világ. Úgyhogy. Igen. Én szerettem csinálni a rétest nagyon. Ha önni úgy szerettem volna, mint csinálni, akkor sűrű lett volna rétes.